vegyes benyomások vannak bennem. Örülök a győzelemnek, de az, amit az első fél időben nyújtottunk, azt hiszem finoman fogalmazok, azt mondom, hogy tragédia volt. Hanyat homlok, más csináltak a játékosok, mint amit megbeszéltünk az öltözőben. Ez most, hogy a melegnek az oka, vagy az, hogy több játékosunk hétközben válogatott mérkőzést játszott, ezt egyelőre még nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk fejteni, mert számomra elfogadhatatlan volt az. Ezt a játékot futás nélkül nem lehet csinálni. Itt csak akkor tudsz dominálni, csak akkor tudsz az ellenfél fölé nőni, hogyha a sprintekben, a gyors, dinamikus mozgásokban föléjük tudsz kerekedni, és többet csinálsz náluk. Na most nálunk ez az első fél időben abszolút nem valósult meg, nem vittük ki a szélére labdát, holott kihangsúlyoztuk, kiemeltük, hogy a szélén lehet mögé kerülni a videótonnak. Kértem a játékosokat, hogy tartsuk a szélét, ez se valósult meg. Most elmondtam sok negatívumot, egy pozitívumot tudok kiemelni, hogy győztünk. A győzni akarás hallatlan volt, de jelen pillanatban mást nem is akarok mondani, meg nem is szeretnék senkit megbántani, de biztos, hogy lesznek következményei annak, hogy az első fél időben egy ilyen játékot raktunk le. Már nem személyre gondolok, hanem azért ezt nem fogom feledésbe dobni, nem fog biztos szó nélkül elmenni mellette, mert nem tudom elfogadni ezt a játékot. Ki lehet kapni, de így, ahogy mi az első fél időben futballoztunk, ezt szerintem a két éves munkám alatt, mióta itt dolgozom lassan, még nem fordult elő. Viszont volt egy második fél idő, amiben szeretném kiemelni az akaraterőt, a győzni akarást, és mondhatom azt, hogy kívülről is megkaptuk azt a buzdítást, azt a támogatást, amire óriási szüksége van ennek a fiatal csapatnak. De én már nem szeretnék itt a fiatal mögé takarózni, rutintalanság, egyebek, elment most már 5 forduló, mindenkinek át kell éreznie, át kellett venni itt a ritmust, nem tudok elfogadni már kifogásokat, és nem is fogok elfogadni. Én a munkába hiszek, csináljuk tovább azt, amit elkezdtünk, viszont az biztos, hogy örülni kell ennek a 3 pontnak. Úgy néz ki, hogy egy pici lökést adott az a Békés Csabai siker, most ezt hazai pályán tudtuk folytatni. Megyünk tovább, dolgozunk tovább, de ennél biztos, hogy több kell, mert az első fél időben bármi megtörténhetett volna, és lehet, hogy utána szaladunk a mérkőzés után. A második fél elején vagy közepén szerkezetileg kellett valamit módosítani a csapaton? Szerkezetileg nem változtattam. Hát annyi volt, hogy szerettem volna egy kicsit felgyorsítani a támadójátékunkat, próbáltam dinamikusabb, frissebb embereket bevinni. Úgy gondolom, hogy a középpályára ez jól is sikerült, ugye a Vukasovics nagyszerű labdát tett a Remili elé, és megcsinálták azt tulajdonképpen, amit már az első fél időben is meg kellett volna csinálni, egy keresztmozgásból az üres területbe való befutása a védők között. Hát ez volt kiélezve egész héten. És érdekes módon, amikor megcsináltak, akkor gólt sikerült szereznünk belőle. Nem tudok más mondani, gratulálok a csapatomnak, de dolgozunk tovább, és ez a mérkőzés nagyon tanulságos volt számomra. Köszönöm szépen, Karcsik. Én köszönöm.